Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Negyed öt van, péntek reggel. És nyilván, aki régóta nézi a csatornát, az tudja, hogy az extrém korai kelés az jellemzően annak szól, hogy ki kell menni a reptérre, mert el kell valahova utazni, ahol ki kell próbálni néhány menő autót. És elméletileg mindjárt itt kell lenni a taxinak. Legalábbis azt mondta, hogy negyedre jön. Na, mindjárt kiderül. Jó reggelt! Megérkeztünk a kaszába, ez a ház, ez a birtok, ez itt 18 generáció, vagyis 600 év óta egy család birtokában van. Andris, tudod mennyi ez a 600 év? Érzésre majdnem annyi, mint amióta ébren vagyunk. Igen. Itt vagyunk a 600 éves borászatban, és nekem életem tragédiája, hogy végigjártam a világ nagyjából a legjobb borászatait, és nem bírom meginni a bort. És általában ilyenkor szoktam kérni egy sört, amitől úgy néznek rám, mint a véres rongyra, egyszer Franciaországban majdnem leköptek miatta. De nem estek kétségbe, ugye itt vagyunk a Just nevű borászatban, ahol készítenek sört, méghozzá nem is rosszat, sacra, egy ilyen jobbfajta ipát. Na de a lényeg, hogy amikor megkérdeztem a borászt, hogy ez pontosan micsoda, akkor azt mondta, hogy nem tudom, ez csak valamelyik fiamnak egy side projectje. Szóval azért érezni, hogy nem vesznek emberszámba, de legalább nem bántanak. Itt a fene nagy lifestyle influencerkedések közepette azért el kell mondani, hogy miért jöttünk, hogy mi a meló. Na most ez itt egy Continental, nevezzük öröm autózásnak, vagyis kapunk néhány autót, és itt Porto környékén fogunk velük autókázni. Na de, nem kell ám nagyon irídnek lenni, hiszen nincs semmilyen hegyes sportautó, se Porsche-k, se Lamborghini-k, se hothegysek, a legpacekebb gép az egész flottában, az az aktuális 320D. Na de, remélhetőleg megismerünk néhány olyan autót, ami eddig kimaradt, van néhány dolog, amit még nem vezettem, valamint Porto környéke is elég jónak ígérkezik. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán már kezdünk is. Ez egy németek által szervezett rendezvény, németesen komolyan véve. Úgyhogy most alkohol és drogteszt következik. Kíváncsian várom, milyen drogokat fogunk tesztelni. Mondjuk... Próbáltam ilyen szondát annó. Hát... A rendőrség nem tudja hitelesítkedni, de ismerni. Blow, 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 blow. Harder, harder. Harder. Stop. Anybody left? Hallott, majdnem eljátszottam rajta a csendesét. Team number 7, Zoltán and Gábor. Yep. Yes. You start off with a Mini Cooper. That's a surprise. Wow. Go ahead. Number 3. Number 3. Okay, and then team number 12, Antal. That's the BMW E36 with the twin turbo and the welded differential. Please drive safely. On team number 12, we have Antal with the Mini Cooper. Mini Cooper car number 12. Természetesen a tartalomgyártás az első, de hol az autóm? Nem tudom, hogy egyszerűen. Nagyon boldog, kiváló, nagyon örülünk. Yeah. Igazán cica fiús a jármű, de így a spanyol tájban a napfelkeltében autózni egy nyitott minivel. A spanyol tájban. Ott főleg, de igen. Bár egyébként át fogunk menni Spanyolországba, úgyhogy ez nem volt téves. Aki ismer, azt tudja, hogy úgy tájékozódom, hogy igazából Moszkvában is köthetek napvégére. De ezt a szállodában is ma már, illetve bocsánat, tegnap. Igen. Szobáig nem sikerült tegnap. Találtam meg a szobámat. Az igazat megvalva, nekem a Mininek ez a generációja
minden formában kimaradt. És nyilván jobban örülnék egy Cooper-esnek, de hát miután kikötötték, hogy mennyire elképesztően szigorúak itt a szabályok, gyorshajtás és egyéb tekintetben, monitorozzák a sebességünket messziről, és jön az elnyebeny, hogyha gyorsan hajtunk, igazából tényleg rá fogunk menni a Joyride-ra. És hogyha kinyitjuk a tetőt, akkor azért a kisebb sebesség is nagyobbnak fog látszani, tehát nem kell különösebben aggódni, de ettől még én azt gondolom, hogy a Mini felépítésénél fogva egyszerűen nem tud rossz lenni az autóvezetésre, meg hát azért ez egy kicsit BMW is, azért tudják, hogy kell behangolni egy autót élvezetésre. Szóval, amint elrendeződnek itt a parkolóban, bele is vágunk. Ez valamilyen szinten egy tájékozódási buli is. Én meg tényleg Moszkvában fogok kikötni. Itt vannak előttünk a többiek, ott egy Formentor, itt egy A5, igen A5, mögöttem Andris a Diesel DS-szel. De a lényeg, hogy ez egy tájékozódási verseny is, illetve nem verseny, mert nincs díja, de a lényeg, hogy el kell jutni helyekre. Kaptunk egy roadbookot, egy itinert, ahol szépen le van írva, hogy hány kilométer megtétele után minek kell történnie. Valamit el kell indítanunk a Rally Tripmeter nevű applikációt, és ezekkel kell közlekednünk. Na most a probléma ezzel csak az, hogy nekem tartalmat kéne gyártanom, autót kéne vezetnem, és valahogy még navigálni is, hogy éppen mi történik és hova megyünk, szóval elképzelhető, hogy egy picit csalni fogok, mert tényleg, hogyha én itt elkezdek itiner alapján menni telefon nézegetve, hát vagy fejre állok, vagy soha többet nem érkezek meg ide. Közel 5 kilométert sikerült megtennem eltévedés nélkül, illetve nem igaz, mert egyszer a 3 kilométernél is eltévedtem. Tehát ez arra van kitalálva, hogy ketten ülünk az autóba és egy ember navigál, úgyhogy most ünnepélyesen bezárom az applikációt és bekapcsolom a navigációt, mert nem akarok meghalni. Azért ennél kevés csodálatosabb dolgot lehet elképzelni, mint a portugál táj reggel 8:30-kor napsütésben totál üres szerpentineken. És tudom, mit gondoltok? Egy heteroszexuális férfinak egy mentsége van a Mini Cooperre, hogyha az egy Mini Cooper S, esetleg, hogyha John Cooper works. De igazából a teljesítmény nem számít. Most ebben az autóban nincsen forgalmi, de azt nagy biztonsággal kijelenthető, hogy ez egy 1.5-ös turbós változat, hiszen mi más lenne. Tök vicces, hogy terhelem az emelkedőn, elengedem a gázt, és lefúj, megvan a rally feeling. Igazából mindig oda jutunk ki, hogy a vezetésnek nagyon sokféle élménye van, de ez most a vezetés hagyományos értelembe vett élménye, mert az autónak a négy kereke kint van a négy sarkában, igaz, hogy kabrió, tehát valamivel nehezebb, mint az árkasznis változat, de ettől még nagyon könnyű mai léptékkel, és az ember csak megérkezik a kanyarokba, picit belesimít a fékbe, betapad az eleje, és húzza maga után a hátulját, imádom. És mivel nyitott, ezért egy kicsit olyan, mint az MX-5, tehát hogy 67-tel beesve a kanyarba, azt érezzük, hogy 167-tel esünk be a kanyarba. Csodálatos a táj, meleg a levegő, szól a The Heavy, és ez, amit most nyilván nem mutatok meg, mert a YouTube azonnal tökön szúr érte, de ez csodálatos. Most hívtak fel minket a telefonon, mert ugye folyamatosan monitorozzák, hogy merre járunk, és monitorozzák a sebességünket, hogy nehogy rosszalkodjunk. És most hívtak fel, hogy hát igen, teljesen rossz helyen vagyunk ahhoz képest, mint ahol lennünk kéne, de hát ez igazából lehetne az életem szlogenje. Ettől függetlenül remélem visszaadja a GoPro azt, hogy mennyire csodálatos ezzel az autóval menni. A gumiról nem nagyon sokat tudok mondani, a Continental van rajta természetesen, de igazából annyira lájtosan megyek, annyira lendületből folyatom az autót, hogy ez a gumiknak a képességének a 30%-át sem használom ki. Jó látni, ahogy ébredezik ez a kis ezek ilyen, hát nem tudom, talán már azt mondanák rá, hogy szorványtelepülés. Nem sok ember lakik ebben a régióban. Ugye a házak viszonylag nagy távolságra vannak egymástól, köztük művelésre váró vagy művelt földek. De annyira jó a hangulat az egésznek, az illatok, a fenyőknek a jellegzetes
aromája. Csodálatos itt lenni, és csodálatos ezzel az autóval menni. Lehet itt finoman őrizni a lendületet. Nézzétek, ló, erre felhívták a figyelmünket, hogy azért figyeljünk oda, mert viszonylag gyakran előfordul az úton állat. És itt végignézve, hogy mennyi lótrágya van az úton, azért tényleg nem szabad olyan veszélyes tempóba ráesni a kanyarokra, mert a túloldalon aztán benézhet a ló az ablakon. Hogy is van, a ló néz, a csikó lát, én meg elkenem a mini száját. Andrist megtámadták. Szegény Andris arcán gyermeki szomorúságot láttam, hogy neki csak egy adonatúj luxus terepjáró jutott, és láttam, hogy mennyire vágyakozik a mini iránt, a három hengeres belépő mini iránt, úgyhogy nekem van szívem, odaadtam neki. Félreálltunk egy kicsit pihenni, megterhelő volt az elmúlt egy óra az úton, és hát nyilván rossz úton jöttünk, úgyhogy majd itt menni kell egy kört, viszont rájöttek, van egy gát. Na de, kaptunk a kávé mellé Pasta del Nátát. Ez egy tradicionális helyi sütemény, a 18. század óta készítik Portugáliában, állítólag először kolostorokban készítették, és titkos volt a recept. Én nem tudom, hogy minek titkolni egy receptet, előle mondjuk egy húsleves receptet is teljesen felesleges elzárni. Na de a lényeg az, hogy ugye leveles tészta, pudinggal megtöltve, és a trükk, hogy nagy hőmérsékleten viszonylag gyorsan sütik ki, így a széle, ahogy látjátok, egy kicsit megkeményedik, akár meg is feketedik, viszont belül a töltelék az nagyon lágy és krémes marad, és van egy ilyen nagyon különleges hatás, amikor beleharapsz, hogy igen, hogy kívül roppant, de a belsője az viszont lágy, és nagyon-nagyon finom. A cuccam úgy addiktív, én már többször jártam Portugáliában, meg az Azori-szigeteken is, és hogy a reggeli kávé enélkül elképzelhetetlen. Tényleg, egészségetekre. Ezután, a gyors szünet után visszaülünk autóba, de nyilván cserélnünk kell, és hát a Mini után ismét egy BMW termék, egy 3-as BMW kombi, Touring, de M-pacek és 20D. A Villorino de Furna nevű gáthoz, ami onnan kapta a nevét, hogy itt volt ezen a néven egy falu, nagyjából valahol itt. És amikor 1967-ben megkezdődött a gát konstrukciója, akkor fel kellett duzzasztani a Homen folyót, és ez nyilván azzal járt, hogy ki kellett telepíteni az embereket, nyilván őket kifizette az állam, és elmentek. Az utolsó lakosállítók egészen 1971-ig maradt. Na de felépült a gát, ez egy hatalmas vízerőmű, és ott látjátok a hátam mögött azt a hálósort. Ez azért van ott, mert ugye sok helyinél be lehet fizetni ilyen kis hajóutakra, hogy elhoznak téged ide, de ezzel az a probléma, hogy néha, amikor lecsökken a Homen folyó vízszintje, akkor nagyon magasra kerülnek az egykori épületeknek a falai, tornyai, és könnyen oda lehet csapni a hajót. És már csak azért is nagyon szomorú a falu története, mert az alapítás még a római korban nyúlik vissza, 2000 éve itt volt, csak aztán jött a gát, és hát kellett az energia. Amúgy elképesztő a táj, nagyon jó itt autózni. A 3-as BMW az még mindig 3-as BMW. Ez csodálatos, tényleg. Ha amerikai turista lennék, azt mondanám, damn! Ez ilyen megtérésnap. Én megmondom őszintén, ebből a G20-as szériából nem szerettem a 320D-t. Ugye amikor megjelent ez az autó, ez most nyilván a ráncfelvarrás, de hát ugye az előtt modellre gondolok, illetve a ráncfelvarrás előtti változatra, akkor volt nálam a 330i-ből egy M-sport, az arra bármikor aláírnék, az tökéletes úgy, ahogy van, nekem nem kell a 6 henger, ez a 2 literes benzinmotor, ez perfekt volt, nagy fék, lehet hozzá kérni Sperdifit, köszönöm, megérkeztem, főleg egy Touring kasznival, nagyon-nagyon szeretem a sportos kombikat. Na de, nem sokkal utána átültem a 20D tesztautóba, ami egy 20D X-Drive volt, és nagyon vernyat volt, kellemetlen volt a hangja, nem is ment különösebben jól, és összességben nem esett jól vele közlekedni. Viszont ugye
az autók nem csak akkor fejlődnek, amikor rendszerfelvarrás történik, vagy modellváltás, rendszeresen érkeznek ugye szoftver frissítések, ugye van, hogy bizonyos dolgokon már a gyártás közben is változtatnak, és most, ahogy beültem ebbe a 320D Touringba, a rendszerfelvarrott változatból, nekem ez az autó ez megérkezett. Eltűnt a kellemetlen hang, jól megy, nyilván még mindig inkább a benzinest választanám, de pokoli jól érzem magam ebben az autóban, nem érzem azt a nehézkességet, nem érzem azt a dízeles tohonyosságot, amit az első szériában rányomódott az egészre, és hát nagyon kevés gyártó van talán az amerikaiak, akik egy hosszmotoros hátsó kerékhajtású platformot el tudnak cseszni, de hát a BMW az ugye erre építi a márka imidzset, a 3-as BMW ezzel a 2 literes 4 hengeres dízellel, ezzel a 8 sebességes ZF automatával, perfekt, imádom. Nagyon-nagyon-nagyon jó ez az autó. Most így beleültem, és azt gondoltam, hogy majd hiányozni fog a Mini, de annyira élvezetesen lehet vele kanyarogni, annyira pontosan lehet vele fűzni az íveket. Nagyon szűk a sáv, nagyon nagy a szakadék, nagyon meredek a sziklafal, ahogy látjátok, tehát olyan veszélyesen nagy hegyezés nincs, viszont pont ezek miatt, a körülmények miatt nem is kell annyira megküldeni, hogy az ember azt érezze, hogy autózik. Jó a gumi, nagyon jó az aszfalt, érezni, hogy nagy is a gördülési ellenállás, cserébe irgalmatlanul fog, és egy ilyen, hát most ezen az úton éppen 90 a megengedett, de 60-nál, amikor az ember kanyarodik, már erősen azt érzi, hogy a határon van, egész egyszerűen azért, mert a saját fülünk mögé kanyarodunk vissza, és ez a motor, ez ugye 190 lóerős, 400 Nm a nyomatéka, nem meg veszélyesen komoly értékek, de ahogy össze van hangolva ezzel a 8-as váltóval, most beraktam sportmódba, és komolyan egyszerűen nem nyúlok hozzá. Bocsánat, egy kis gyík szaladt át az úton, és nem akartam rajta átmenni. Szóval, hogy egészen perfekt módon hozzáhangolták, és nincs az a jellegzetes, amikor az ember lelépi a kanyarban, hogy visszavált egyet, így bebicsaklik az egész, elmegy az autó egyensúlya, szenved. Nem, bemegyünk a kanyarba, ha rálépünk a gázra, akkor pont annyi teljesítmény és pont annyi nyomaték van a hátsó keréken, amennyit az ember úgy akar. De hát miért is ne lenne jó azért a BMW ezzel a platformmal, ezekkel a megoldásokkal, most már eléggé képben van. Nagyon-nagyon tetszik ez az autó, egy igazi megtérés. Hello, spanom! Rendkívül irigyellek, hogy itt élsz. Jó. Bocs. Kész. Itt autózni? Komolyan, igazából azt gondolom, hogy egy villanyrollerrel sem lenne rossz. Ezen a szerpentinen autózni, és ezen a szerpentinen így autózni, az nekem garantált, ez benne van a top 3 autós élményemben, ott van tényleg a Hochalpenstrasse és Omán mellett. Nézzétek azokat a hatalmas sziklákat, mekkora írdatlan sima sziklafelületek. És mutatom azt, hogy hol fogunk autózni tovább. Ilyen elképesztő szerpenti jön az étteremig. És Andris most nézte meg az autó, emellett a tempós lendületes haladás mellett 9,1 litert kér. Na akkor elviszed? Átülhetek a hibridbe? Jól van. Akkor egy kicsit világmentek, te meg világpusztíts a szörnyű dízellel. Mi lesz? Hát figyelj, világmentés közben 14 liter. Világmentés közben? Világmentés közepette 14 liter az ártott fogyasztásunk. Hát, ja. A napi elszava amúgy a chili, mindent erre a tematikára húztak föl, ami hát nyilván azért van, mert ez a marketing rendszere, amit a Continental bevezett az érthetőség kedvéért. Ugye minden szín mást jelent. A fekete chili, az a sportos gumik és a tapadás, a zöld a kis gördülési ellenállás és a lehető leghatékonyabb működés, a sárga az egy ideális kompromisszum, a piros pedig a hosszantartó. Hogy a fehér mi, azt nem sikerült megtudnom, mert a gyáriak sem tudják fejből. A lényeg az, hogy molekula szinten változtatják a gumi futófelületének összetételét arra, hogy mi a cél. Tehát más dologra, más keverék jó, csak nyilván ezt valahogy el kell marketingelni az embereknek érthető formában. Ez amúgy egy egész követhető és érthető megfejtés.
Vége a napnak, én ezzel a csodálatos Diesel X1-es BMW-vel fogok zárni, de nagyon jót autóztunk a 20D-vel és a Minivel, úgyhogy alapvetően nem is bánom, hogy most egy kis nyugis kirándulgatás jön. Megálltunk ennél a nagyon érdekes sziklaformációnál, már nem a mögöttem lévő épületekre gondolok, hanem az alattunk lévő hatalmas sziklatömb, ami nagyjából a fél település magába foglalja, és először azt hittem, hogy ez egy temetkezési hely, hogy ezek mondjuk családi kripták, vagy valami hasonló. Nem. Gabonatárolók és terménytárolók, egészen a 18. századra nyúlik vissza az eredetük, nyilván van rajtuk kereszt, megvédjék a terményt, és azért áll ilyen lábakon, és azért ilyen gombaszerű lábakon áll, hogyha megnézitek, hogy a mindenféle rágcsálók, meg kártevők ne tudjanak rá felszaladni. Ugye azért egy ügyesebb patkány még a függőlegesen följön, de áthajlás nem tud mászni. És amúgy mutatnám körbe a tájat. Itt azért el lehet létezni. Az az egész ibériai félsziget annyira, de annyira jó. Száraz, mégis zöld, de közben vannak ilyen nagyon vonzóan kopár hegyek. Nagyon szeretem a bringázást, az autózást, és itt mindkettőt tökéletesen lehet csinálni. És amit még nagyon szeretek, az a velünk élő történelem, ami fokozottan jelen van. Itt vagyunk ezen a Soaho nevű településen, remélem jól mondom ki. És itt van egy ilyen nyilvános WC, ami azért annál több, mert nézzétek! Van bringaszerű lávány, oszlopokkal, és nincs lelopva róla a szerszám, valamint van bringamosó, nyilvános, beleállítod a biciklit, megfogja a kereket, és így tudod szépen takarítani, van kefe meg minden. Ilyen miért nincs otthon? Tökre lenne rá igény. Ezt nagyon adom, és látszik is, hogy a srácok szerelnek. Az az igazság, hogy nem tudom, mi fog történni. Azt mondták, hogy meglepetés, és baszki, ott a Stig. Szóval, hogy behajtunk egy alagútba, de nem mondják el, hogy mi fog történni. Remélem hallatszik a kommentár, és hogy nem állhatunk meg. És azt mondták, hogy néha csöpögni fog a víz a plafonról, ne ijedjünk meg. De az biztos, hogy szúrok egy refit, remélem Andrásnak már érik ki a szeme tőle. Azta! Ez így elég para, meg vártunk egy mérnökre, de tényleg nem tudjuk, hogy mi fog történni. És az az igazán nyomasztó, hogy lefele megyünk. Itt vagyunk ebben a zárt, láthatóan nem autóforgalomra kitalált alagútban, mert hogy ez nem a közforgalomnak a része, és egyre csak haladunk lefelé. Nem is lassan amúgy. Azt a lárazáson két irányba lehet tovább menni, de nyilván nem mehetünk tovább. Itt egy rakás munkavédelmi sisak. Hidőn készül. Valószínűleg meg fogjuk tekinteni belülről a vízi erőművet, mert valószínűleg egy vízi erőművel vagyunk, illetve lehet, hogy egy gárban. méter mélyen vagyunk a föld alatt, sőt nem a föld alatt, technikailag egy gát alatt. Így még aggasztóbb, hogy egy csomó helyen csöpök be a víz, mindegy is. A lényeg, hogy most megnézzük, hogy hogy működik egy gát, de nem szabad bent filmezni, mert azt mondták, hogy egyrészt vannak bent olyan dolgok, amik titkosak, és hogyha megmutatunk ezt azt, akkor egy hackernek könnyebb dolga lehet, hogyha fel akarja törni a rendszert. Itt azt mondta a bátyja, hogyha meglát bármit a közösségi médián, ami ott bent van, akkor megtalál minket. Azt nem tette hozzá, hogy megöl, de láttuk a szemét, hogy gondolja. Ilyen igazi Liam Neeson-i pillanat volt. Úgyhogy most bemegyünk a gátba, és majd elmesélem, milyen volt, meg csinálok zsírkétrajzokat, vagy nem tudom. Nagyon érdekes volt az erőmű, és megpróbálom átélhetően elmesélni. Amikor beléptünk az első helyiségbe, ott a két hatalmas golyószelep volt, amivel elzárják a
a generátorokhoz, vagyis a generátorok turbinájához vezető vízáramot. Ezek egyenként 290 tonnásak. Tényleg képzeld el azt a golyószelepet, ami a fürdőszobádban van, csak mondjuk akkor, mint egy teherautó és 290 tonna. Azok a hidraulikus karok, amivel a nyitást és a zárást végzik, azok olyan vastagok voltak, mint a derekam. Tényleg orbitális méretű cucc. 317 megawatt egyenként a teljesítménye az egységeknek. Ja, megmutatták a csapágyazást, az is érdekes volt, olyan, mint egy autó turbófeltöltője, olajnyomás van, olajfilm rétegen lebeg a tengely maga. Mivel a gépünk csak délután 4-kor indul, azért kaptunk pár órát Portóban, sétálhatunk, kicsit körülnézhetünk, meg lesz valami ebéd is. Ez itt most a Pont Louis, ugye Lajos híd, ha már kényszeresen mindent le akarunk fordítani magyarra, 1881-ben kezdték építeni, és amikor megláttam, az volt az első gondolatom, hogy na hát, Gustave Eiffel itt is tevékenykedett. Aztán kiderült, hogy nem, egy Théophile Seyrig nevű mérnöknek a munkája. Akinek egy kicsit utána néztek, kiderül, hogy Gustave Eiffeltől tanulta a szakmát. Szóval így jönnek körbe a dolgok. Érdekes, hogy Portugáliát Portóról nevezték el, ugye az eredeti neve, még a római időkben, tehát ugye a 4. század környékén, Portus Cale volt, viszont életre utaló nyomokat, mindenféle maradványokat, még Krisztus előtt a 8. századból a bronzkorból is találtak, tehát viszonylag régóta lakott település. Nem nehéz megfejteni miért, egész egyszerűen ideális a fekvése. Amúgy a hidak városának is nevezi, mert a Villa de Gaia-t a déli résszel 6 híd köti össze. Ezekből pár ott látszik is. Ez itt a São Bento vasútállomás. Ez már 1896-ban is fogadott vonatokat, de csak 1916-ban adták át. Ami igazán érdekes benne, azok a falak, ugye ezek a csempék, ezek Portugália történetének dicsőbb momentumait mutatják meg, és több mint 22 ezer darab van belőle a falakon, és ennek a 22 ezer csempének egy része még amúgy eredeti. Nyilván két nap autókázás után nem nagyon lehet messzmenő következtetéseket levonni egy országról. Voltam már Portugáliában korábban is, de ilyen dózisban, mint most így nem kaptam belőle. Nyilván jó az életszínvonal, jól élnek az emberek, és ami nekem nagyon meglepő volt annak ellenére, hogy tényleg Porto egy dél-európai nagyváros, hogy tiszta. Azért mondjuk, hogy aki járt már mondjuk Lisszabonban, vagy járt már mondjuk akár Barcelonában, az tudja, hogy ezek a turistás légiók azok mennyire iszonyatosan szemetesek tudnak lenni. És ami nekem igazán tetszik benne, az az, hogy mennyire meg tudott maradni autentikusnak. Tehát ugye Portugália történelme elég messzire nyúlik vissza, és nagyon sok kulturális hatás érte, főleg az irgalmatlan mértékű gyarmatosítás miatt. Tehát egy bizonyos időben csak a spanyolok tudtak velük versenyre kelni a világ meghódítását tekintve. Érdekes, hogy 1822-ben vesztették el az első komoly gyarmatukat, ez mondjuk élből Brazília volt, aztán pedig 1884-ben a brit ultimátum, ami tulajdonképpen meggátolta az ő afrikai terjeszkedésüket, az el is kezdte a dekolonizációt, tehát a gyarmatbirodalomnak a szép lassú felbomlását. 1961 és 75 között aztán jöttek a gyarmati háborúk, ez a Salazar rendszer bukásához vezetett. Salazar egy érdekes figura volt, mert bár nagyon sokban hasonlított az ő rendszere Mussolini-ra, de nagyon tett azért, hogy maszkolja a dolgokat, tehát a gyarmatokat sem hívta gyarmatoknak, hanem tengeren túli tartományoknak. Próbált egyfajta maszkot felvenni, hogy mégse tűnjön egy fasiszta diktatúrának az övé, de minden esetre a folyamat 1999-ben fejeződött be. Ekkor vesztették el ugyanis Makaót, az utolsó tengeren túli gyarmatukat, nyilván megmaradt még Madeira és az Azori-szigetek, ami közigazgatásilag most Portugáliához tartozik. Zseniális hely mindkettő, érdemes őket meglátogatni. De, hogy mennyire nem múlik nyom nélkül, a világon jelenleg
félmilliárd ember beszél portugálul, ami azért elég húzós. Ennek ellenére Portugália csúcs, érdemes eljönni, csak ez is egy kicsit olyan, hogy az ember akkor fogja az igazán szép és érdekes dolgokat látni, hogyha a kötelező turistás körökön túl esetleg kimegy Portóból és felmegy a hegyek közé, mint ahogy mi tettük.